Köszöntök mindenkit, én Streki vagyok. Play IT, póló, na meg egyebek. Hétindító. A hétindító mai adásában összegzünk pár dolgot, illetve szeretnék pár dolgot elmondani. Az első körben beszélünk egy kicsit a Play IT vagy Play It-ről, amely egy játékosok által játékosoknak vagy videósoknak rendezett rendezvény, amelynek úgy általában Budapest ad otthont, mindannyian ismeritek ezt a dolgot. Terveztem, hogy kimegyek a most, ami a minapokban volt megrendezve a múlt héten, azonban nem tudtam, és még azt sem tudom, hogy milyen formában menjek ki, mint videós, vagy mint casual néző. Nem tudom. Nem tudom, hogy van elég bázis arra, hogy mint videós menjek ki. Nem tudom, hogy ez miért jó nekem. Nem vagyok otthon a Play IT világában, így esetleg olyan nézőm, aki igen, az meséljen már erről, hogy pontosan hogy is néz ki az egész, én még nem voltam soha. És a következőre már mindenféleképp tervezek kimenni. A lényeg az, hogy ki fogok menni a következőre, és hát addigra már egy kicsit többen leszünk, és hát ha találkozhatok veletek is, és hát ha lesz kinn a nézőim közt egy pár ember, akivel szívesen elbeszélgetnék, szívesen elhülyeskednék, illetve valószínűleg nyereményi játékot is vinnék ki, amelynek majd tárgyát mindjárt meg is mutatom, de a lényeg az, hogy nagyon-nagyon jó ötletnek tartom ezt az egész dolgot, és érdekelne, hogy esetleg valakinek van személyes tapasztalata, villog a kamerám. Így. Miért? Tehát, hogy esetleg valakinek van személyes tapasztalata, az mondja már el, hogy milyen ez, hogy néz ki, meg ilyesmi. Meg hogy itt vannak videós standok, vagy ezt lehet bérelni, vagy ez hogy működik. Tehát erre semmi tippem nincsen, és hogy írjátok már le. A másik, már biztosan aki követi a Facebook oldalt láthatta, élesben még nem volt komolyabban bevetve a dolog, de már láthatta ezt. Mutatom. Nézzétek csak, mi van. Bizony! Streki YouTube póló! Uhú! Egyelőre még csak egy darab készült belőle. Direkt világos színbe. Ja, hátulja is van ám. Azon pedig ott van a link. Egy darab készült még egyenlőre belőle, ez egy ilyen kísérleti darab, prototípus. Én terveztem egyébként a dizájnját, a Facebook oldalon, ami lent a videó alatt be van linkelve, megtaláljátok róla a képeket. Direkt világos színbe van a zöld háttér miatt, ami majd most újra bevetésre kerül rendszeresen. És hogyha minden jól megy, akkor lesz nyereményjáték, amelyen keresztül egy ilyen pólót lehet majd nyerni. Egyenlőre áruba bocsájtani nem akarom, mert nem vagyunk annyian, hogy ide komolyan megrendelés legyen. Úgy meg nagyon durván mínuszba lennék, mert én ezen nem akarnék keresni, tehát körülbelül ugyanezért az árajára adnám tovább, mint ahogy én megveszem. Ugyanis most nem fogok pólókon kereskedni, és nem is vagyunk annyian, hogy ez megéri egyenlőre. De már kérdeztétek, Henrik kérdezte egyébként, azt hiszem, a Facebook oldalon, hogy ez mennyibe kerül és hol lehet rendelni, még egyelőre sehol. Ez még egy kicsit a jövő zenéje. Ha úgy alakul és növekszünk és leszünk, akkor mindenféleképpen lehet majd vásárolni ilyen pólót, és mindenféleképpen lehet majd tőlem kérni, illetve ha Play-re kijutunk legközelebb, akkor ott majd személyesen is lehet tőlem vásárolni, vagy esetleg nyerni ilyet. Azonban nyereményjátékokban majd lesz ilyen póló, ezt garantálom. Aztán nem tudom, hogy pontosan melyik nyereményjátékban és hogy ez mikor lesz megrendezve, de dolgozunk rajta, hogy minél hamarabb így legyen. Tehát ő ki lesz sorsolva. Tehát nekem nagyon tetszik egyébként, nagyon-nagyon jó lett, én úgy hiszem. Dolgoztunk is vele Dórival egy pár estén keresztül, hogy mi lenne a legjobb, hogy néz neki jól, mi lenne a legjobb betűstílus, valami minimál legyen, de azért kivehető legyen, hogy ez YouTube-bal kapcsolatos dolog. Azt hiszem, hogy effektíve sikerült egyébként. Úgy gondolom, hogy frankó lett. A másik az, ugye már amit előbb a szavaimban említettem, hogy a nyereményjáték. A nyereményjátékot nagyon közelre tervezzük, tehát egy hónapon belülre, vagy kettő. Tehát még valószínűleg nyár előtt szeretnénk nyereményjátékozni veletek. Pontosan mikor és milyen formában és mit kell tenni, hogy nyerj, nem tudom még. Biztos, hogy nem kérek feliratkozókat, ezt mindig kiemelem. Az elmúlt nyereményjáték alkalmával sem tettem, mert az nem az én stílusom, én nem fogok feliratkozókat venni. Mert az szerintem, aki ilyet csinál, az eszméletlenül gázember. Én ezt nem tartom korrektnek és nem tartom jónak, mert utána senki nem fogja nézni, és lesz 1000 feliratkozód meg 37 megtekintésed videónként, én ezt nem akarom. Ti azért iratkozzatok fel rám, mert szeretitek azt, amit csinálok, ne azért, hogy kapjatok egy
21 éves használt telefon, mint ami most annyira nagy divat lett, tudjátok miről beszélek. A lényeg az, hogy biztosan valami olyasmit kérek, mint legutóbb, hogy írd be a videó alá, kész, vagy mit tudom én, vagy oszd meg, hogy segíts nekem ezzel terjedni, de én nem kérek feliratkozókat, és ez a múltkor is rohadt jól működött, és nagyon jól sikerült szerintem a nyereményi játékunk. Igen, a következő, most, mint ahogy láthatátok az elmúlt két hétben kicsit nem húztunk bele annyira a videójáték forgatásba, de most ez azért volt, mert rohadt sok dolgunk és tennivalónk volt, most már azonban újra ráfekszünk, és a héten már jönni fog csomó minden fog jönni. Bocsánat a kamera villogásért, soha nem csinál ilyet. Ne haragudjatok, nem tudom miért van. Valami szín baszkurál, nem tudom miért. Tehát a lényeg az, hogy sok a kék szerintem neki. Tehát, hogy most már vissza fog állni és hozok valami tök új dolgot megint. Most ez mániám lett, hogy vadászom az új dolgokat. Illetve tök pozitív visszajelzések jöttek a League of Legends videó kapcsolatban. Köszönöm, rohadt jó, köszi. És tényleg úgy nézem, hogy tetszett nektek a videó, elég sokan is megnéztétek. Nem vagyok profi, tényleg nem vagyok egy Bjergzen, vagy egy mit tudom én, de azért igyekszem, és hogyha tényleg így tetszik, akkor lehet majd kicsit sűrűbben ilyen. Szívesen megmutatom nektek, hogyha ezt tényleg szeretitek. Tehát akkor nagyjából ennyi lenne. A héten most már kicsit beindulunk, tervezek videót szerdára, péntekre, vasárnapra, tehát ezen kívül 3, tehát 4 hét, és beszeretnék állni erre a 4 videó per hét, és beszeretnék állni erre a hétfő, szerda, péntek, vasárnap leosztásba, mert szeretem a rendszerességet ilyen téren, ha ez nektek megfelel, akkor így lesz szerintem. Ami várható a héten, én még sose volt, nem jelentettem még be hétindítóba, hogy mi lesz a héten, ami várható, Five Nights at Freddy's, mindenki ismeri, kipróbálom, basszus, annyi helyen láttam, annyian szereti. Kipróbálom és megmutatom nektek, hogy ez milyen az én szemszögömből ez lesz egyszer. Illetve mi volt még? Terveztem még valamit. Gondolkoztam, ugye nekem van, most nem fogom felemenni a csaptogni, de van versenykormányom autószimulátorokhoz. Lehet, hogy azt is töltök meg fel, nem tudom még, de gondolkodom rajta, hogy milyen lenne, ha megmutatnám ezt is. És ami még biztos, hogy lesz, az és szeretném, hogy legyen, ha találok valami jó horrort. Mert az is elég rég volt. Illetve szerintem lassan Cabal Online Dungeon bemutató is lesz, mert ez is rég volt szintén. A Stranded Deep-en gondolkoztam, de a fix az, hogy tuti lesz Five Nights at Freddy's. Ez 100%, mert most már ki akarom próbálni. Ennyi. De ezt majd még a héten meglátjuk, hogy utána maradék kettő mi lesz. Tehát érdemes szerdán figyelni, hogyha valakit érdekel ez a játék. Egyébként egy horror játékról beszélünk, de már ezt szerintem mindannyian ismeritek. Ennyi lenne már a hétindító, köszönöm szépen a figyelmeteket. Én akkor utoljára így a pólóval búcsúzom, mert én nagyon büszke vagyok rá, nagyon örülök neki. Én nem győzöm ezt eleget mutogatni nektek, mert szerintem tényleg jól sikerült. Én nekem nagyon tetszik egyébként. Nagyon büszke vagyok rá. Próbálom majd minél több forgatáson felvenni és ezt hordani. Most nem fogok átöltözni. Tehát köszönöm szépen a figyelmet. Akkor azt hiszem elmondtam mindent. És Léci a személyes tapasztalatokat a Play-tel kapcsolatban írjátok le nekem, aki esetleg volt már valaha Play-IT-n, mindegy, hogy milyen féleképpen, az írja már le nekem, hogy ez hogy működik pontosan, hogy kicsit felkészüljek, és a következő alkalommal oda megyek, elmegyek. Ha úgy van és van ilyen, akkor videós standot, és ott találkozni fogunk, és akkor csinálunk egy ilyen első kis közönség találkozót, és lehet beszélgetni, lesz pólónyeremény, meg minden ilyesmi, és akkor ez tök jó lesz, majd röhögünk párat. És megismerkedünk egymással, hogy esetleg van rá igény. Ez a másik kérdés még utoljára, hogy van-e igény? Tehát szeretnétek egy Play-en találkozni esetleg velem? Mert én mindenféleképp szeretnék kimenni, találkozni Norbival, mert elég sokat beszéltünk már, és jól lenne most már személyesen is összefutni vele. Tehát ilyesmi, hogy nektek lenne igény arra, hogy találkozzatok velem, mert akkor nagyon szívesen én benne lennék egy ilyen közönség találkozóba, bár lehet, hogy még az kevesen vagyunk, de én szívesen benne lennék. Na mindegy, írjátok meg, köszönöm szépen, én Strecki voltam, ha tetszett a videó, akkor nyomj egy lájkot, ha nem, akkor egy diszlájkot. Ha még nem tetted és megtenned és támogatnál, iratkozz fel, találkozunk szerdán. Ennyi volt a hétre a hétindító. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!